Az augusztus 20-ai rendezvénysorozaton stábunk is részt vett. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. A Szent István téren az ünnepi zászló felvonással indult az augusztus 20-ai programsorozat, majd egy megszokott sportversennyel folytatódott. A Római Katolikus templomban, a reggeli szentmisén Antal Imre plébános a nemzeti ünnep jelentőségére, üzenetére is rávilágított. A főtéren eközben látható volt a Kertbarátok mezőgazdasági kiállítása, majd Anikó mesekuckója, interaktív gyermekelőadás. A mise végeztével az ünneplő közönség a Szent Erzsébet szobornál kialakított kút környékén gyülekezett, ahol Nagy Sándor polgármester adta át a városnak a díszes térfallal is rendelkező Szent Erzsébet kutat, melyet Antal Imre plébános fel is avatott. A polgármesteri hivatal előtt téren folytatódott az ünnepség, ahol Nagy Sándor polgármester elmondta ünnepi köszöntőjét. Jó napot kívánok! Isten hozott valamennyiüket itt a városháza és templomunk árnyékában. Kinek több jutott, kinek kevesebb. Folytatván a mai Szent István napi megemlékezésünket, ünneplésünket, a templom nyugalma, békéje, szeretete után Szent Erzsébet kutunk
fölszentelését követően ismét térségünk plébánosának, Imre atyának szeretném a segítségét kérni, mert ő kapott arra felhatalmazást, hogy a kenyér áldást kapjon, szentelt, fölszentelt ételt kaphassunk. Mielőtt a kenyér szentelésre sor kerülne, köszönetet mondok azoknak, akik által lett kenyér. Köszönetet mondok azoknak, akik ismét tettek, gondoskodtak azért, hogy új kenyér augusztus 20-án fölszentelt kenyér legyen az asztalunkon. Majd Antal Imre megszentelte az új kenyeret. Kedves polgármester úr, kedves kistelekiek, kedves vendégek! Augusztus 20-án nem csak itt Kisteleken, hanem országszerte, de mindenhol, ahol magyarok élnek, kenyér kerül az asztalra. Kenyér, amely jelképezi és valóságosan is megjeleníti a testi táplálékot, de jelképezi a szellemi, lelki táplálékot is, amely gyarapodást, fejlődést, jövőt biztosít a nemzetnek, a közösségnek. A kenyérben benne van a magyar földnek, az emberi erőfeszítésnek, munkának, áldozatvállalásnak, küzdelemnek minden nehézsége és gyötrelme. És ma ezen az ünnepen, amikor az asztalra helyezzük nemzeti színű szallaggal, átkötjük, akkor kell, hogy jelképezze, és kell, hogy segítsen bennünket abban, hogy a nemzetnek olyan tagjai lehessünk, akik hozzátesszük részünket a mindennapi kenyérhez. Mint ahogy tudjuk, hogy a kenyér sok alapanyagból tevődik össze, úgy mi is sokan sokfélék vagyunk. Nem vagyunk egyformák, habár sokszor azt szeretnénk, hogy mindenki olyan legyen, mint mi. Olyan tökéletes. Mindenki nem lehet olyan tökéletes, mint mi. Éppen ezért el kell fogadnunk a különbözőséget. Képzeljék el, hogyha a só olyan lenne, mint a cukor. Vagy hogyha a méz olyan lenne, mint az ecet. Hát azért ez elég furcsa lenne, nem? Mi emberek is ilyenek vagyunk. Különbözőek. Mindenki a maga értékével, mindenki a maga belső szépségével, de ugyanakkor örömével, küzdelmével. Mindenki a maga képességével és tehetségével. Ha jól tudom, most nem sokára itt néhány olyan embert kiemel a közösség, aki a maga képességével, tudásával, emberségével hozzájárul a közösség javának az előmozdításához. Ők mindannyian különböző emberek, különböző adottságokkal, különböző tehetséggel megáldva, és ezt a közösség javára kamatoztatják. Mindannyian ilyen alapanyagok vagyunk a nemzet nagy kenyerében. Mindannyiunknak a magunk kis kovászával, sójával, ecetével, mézével és minden
alapanyagjával hozzájárulunk a nemzet kenyerének az elkészítéséhez, amely táplál, éltet és gazdagít bennünket. Most, amikor megáldom és megszentelem itt Kisteleken, szép városunkban, Szent István király városában ezt a három szép kenyeret, akkor kérem a Jóistent, hogy adja meg nekünk azt, hogy mindannyian felismerjük elsősorban önmagunk értékeit, de ugyanakkor felismerjük a másik ember, a mellettünk lévő értékét is, és ne egyformák akarjunk lenni, hanem egymás különbözőségét tisztelve és értékelve a nagy egészbe elvegyüljünk, hogy mindannyiunk gazdagsága által gazdagabbá tegyük városunkat, közösségeinket és családjainkat. A Jóisten áldja meg Kistelek város minden lakóját, áldja meg azokat, akik a település fejlődéséért, gazdagodásáért, gyarapodásáért nap mint nap áldozatot vállalnak, akik küzdenek azért, hogy a környezetüket lakhatóbbá és szépé tegyék. Hogy jó legyen itt élni, jó legyen itt dolgozni, jó legyen itt alkotni, és hogy elmondhassuk, hogy jó volt ide születni, jó itt leélni egy életet, és jó lesz majd itt meghalni is. A város kitüntető díjainak és a díszpolgári címnek az átadása következett. Kistelek város díszpolgára dr. Bihari Éva. Kistelek közbiztonsági díj évrendőre kategória Bánfi Ferenc rendőrszázados. Kistelek közbiztonsági díj év tűzoltója kategória Dunai Zsolt címzetes tűzoltó törzszászlós. Kistelek város év mentőse díj Olajos Péter. Kistelek város év szociális dolgozója díj Tariné Ciumandru Angéla. Idősebb Vándor Rudolf kulturális díj Szatmári Éva. Életműdíj civil szervezetekért végzett munkájáért Horváth János Béláné, életműdíj oktatónevelői munkájáért Bakáné Szabó Zsuzsa Anna. Majd Farkas Sándor országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár köszöntötte a város lakóit. Több mint ezer év távlatából bátran mondhatjuk, hogy államalapításunk ünnepe Szent István meghatározó munkásságának, életművének emlékezete mindannyiunk számára iránytű ma is. És az erre való megemlékezés megteremtette a magyarok legfontosabb nemzeti ünnepét. Honfoglaló elődeink úgy döntöttek, hogy hazának a Kárpát-medencét választják. Vándorlás helyett letelepedést, laza törzsszövetség helyett erős központosított államot, iránytűnek a kereszténységet választották. Ezen alapokon Szent István királyunk országépítésbe kezdett, és műveltsége, államszervezési tehetsége, külpolitikai érzéke meg is hozta a gyümölcsét. Néha vasmarokkal és fegyverekkel, de az uralkodó iránti bizalomra alapozva formálódott a jövőbeli nemzet. Az új kenyeret Nagy Sándor polgármester szegte meg, és az önkormányzat dolgozói kínáltak azzal végig az ünnepségen résztvevő érdeklődőket. Időközben megérkeztek a fogatók, lovaskocsik a térre, ahonnan a hagyományos felvonulás indult a vásártérre, az ünnepi programokra. A családoknak, gyerekeknek kirakodóvásár, ugrálóvár, trambulin szolgáltatott programot. A délután folyamán Kozsó fellépése következett, majd a művelődési házban a Kipkop gyerekház kézműves foglalkozásán is kreatívkodhattak a gyerekek. Ezután az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar hangversenyére került sor, majd a nagy közönség előtt adta át Nagy Sándor polgármester a Vadvirágos Kisterek fotópályázatának a díjait. 13 nevező, 160 képe közül kellett a zsűrinek választania. Ezzel párhuzamosan a vásártéren a Leon Cavallo Lovasklub adta elő Petőfi Sándor, János Vitéze című lovasszínházi előadást. A délután következő programja a Pro Átelit Táncakadémia
táncosainak bemutatója volt, majd Kassa Roland retrozenés előadás alapozta meg az est hangulatát, és végül a Mohikán zenekar zárta a rendezvény sorozat programjait. A Zárszakra fesztivál keretein belül ingyenesen látogatható lesz a Kistedeki Néprajzi Kegyeleti Témapark is. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Szeptember 16-án kezdődik az Árszakra Fesztivál. Az Árszakra Fesztivál 2023. szeptember 16 és 24-e között kerül megrendezésre. Igazi kulturális program, mely a fővárosban, országszerte, sőt a határokon túl közel 10 000 ember érdeklődésére tart számot. Korhatár nélkül. Évről évre szeptember 3. hetében szervezik meg a 9 napon át tartó kulturális programsorozatot, ahonnan a résztvevők a szépre, jóra, igazira megnyílt szívvel távoznak. Akik több éve részt vesznek a programok adta lehetőségeken, tudják, hogy az európai kulturális gyökereivel, kulturális örökségünkkel, a keresztény zsidó művészet értékekkel találkozhatnak. A művészetek majdnem összes ága képviselteti magát a fesztiválon. Filmvetítések, vezetett városi séták, múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások, koncertek, színházi előadások, irodalmi estek várják az érdeklődőket. A profán helyszínektől kezdve a templomokig a legkülönbözőbb terekben szervezik meg az ingyenesen látogatható programokat, számos önkéntes bevonásával. A szervezők örömmel fogadják a helyszínek, önkéntesek, művészek jelentkezését, akik szívesen működnek együtt a szeretet kultúrájának terjesztésével. A fesztiválhoz kapcsolódva ingyenesen tekinthető meg a Kisteleki Néprajzi Kegyeleti Témapark. Szeptember 16-án és 17-én 10 és 19 óra között, és szeptember 23-án és 24-én 10 és 19 óra között. Fókuszban a mustgáz és a kollégiumok biztonsága. A Csongrád-Csenád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatását hallhatják. Fókuszban a mustgáz és a kollégiumok biztonsága. Szeptember az iskolakezdés, a korai szőlőfajták szüretének időszaka, nem véletlen, hogy a második katasztrófavédelmi tesztben a mustgázról, a szüreti időszak veszélyeiről, illetve a kollégiumokról, azok tűzvédelméről kérdezzük az olvasókat. A kérdésekre adandó válaszokból kiderült, hogy a mustgáz, vagyis a must erjedésekor felszabaduló széndioxid halálos veszélyt jelenthet, hiszen a legnehezebb, a levegőnél, a pincékben alulról felfelé terjeszkedve gyűlhet össze, kiszorítva az oxigént a helyiségből. A balesetek megelőzése érdekében gondoskodni kell a pincék megfelelő szellőzéséről, és érdemes gázérzékelő riasztó berendezést is felszerelni. A teszt kollégiumokkal foglalkozó részében a leggyakoribb veszélyforrásokat, azaz a főzést, a különböző elektronikai eszközök töltését, az azokra vonatkozó jó tanácsokat ismerheti meg az olvasó, de szó esik a kimenekítést, menekülés segítő piktogramokról is. Új katasztrófavédelmi tesztünk a továbbiakban, honlapunkon, lakosság menüpontjában a katasztrófavédelmi tesztek almenüben található. Mindemellett korábbi tesztjeink is elérhetőek maradnak a megszokott helyen. Sporták választót tartanak Kisteleken. János Adélt kérdeztük a részletekről. Szeptember 16-án első alkalommal tartanak sportágválasztót itt. Kisteleken ezzel kapcsolatosan kérdezzük Jánosi Adélt. Köszöntelek, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy Kisteleken ilyet szervezzetek? Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát volt egy pályázati lehetőség, amivel élt az Egyesületem, a Proharmoni Egyesület. Már egy régi álom válna ezzel valóra, hogy népszerűsítsük a sportot Kisteleken. Ezt már így régóta így dédelgettem magamban, hogy több egyesületet össze kellene hívni, bemutatni az ő sportágukat, és minél több embert, gyermeket, de akár felnőttet is toborozni a sportosabb életmódra, és emiatt pályáztunk, és hál' Istennek ez sikeres lett, nyertes pályázat lett, és ezt próbáljuk most megvalósítani. Pontosan hány egyesület fog érkezni, és kik lesznek ezek? Hát úgy tűnik, hogy pontosan Kistelekről 9 egyesület fog részt venni, akik valóban itt tartanak edzéseket, elérhetőek. Ez a 9 egyesület a ProArt tánciskola, a Tiszavolán kézilabda egyesület, a Jitsusok küzdősportos egyesület, a Silvestep, akik ugyan félegyházi tánciskola, hip-hop a fő vonaluk, de ők is tartanak itt edzés Kisteleken, őket is meghívtuk, a birkózók jönnek el Kis András vezetésével, a hétkerék egyesület, a görkorcsolyás gyermekek fogják bemutatni a tudásukat, mondják el a lehetőségeiket, pusztaszeri egyesület, de Kisteleken is megtalálható edzés a lábtollabda, és jó magam még a Kisteleki Úszó Egyesületet fogom képviselni. Hogyan is fog összeállni ez a nap?
Hát tulajdonképpen úgy gondoltuk, hogy azért ne párhuzama menjen az összes egyesület, hogyha több felé érdeklődnének a családok, akkor meg tudják az összeset nézni. Úgyhogy igazából így egymás után fognak jönni az egyesületek, és a Szent István téren lesz ez összehozva. Az egyik sarkában a birkózó lesz, a másik sarkában a kézilabdás, középen a görkorisok, Juhász Sarolta is jön, Saci a kis bosújával gyermektornát szokott tartani, ő is szeretné népszerűsíteni a sportágát, a lehetőségeit. Azt is ki lehet próbálni, a birkózók is ott lesznek a füvön, a láptólabdások is, tehát ott mindenki egy helyen lesz, és akkor egyedül a proártosok, ők a rendezvényházba fogják a táncot bemutatni, mert a füvön azért ez így nehézkes lenne a versenytáncot, a társastáncot bemutatni. Ezen felül még milyen programok várhatóak? Ingyenes ugrálóvárra lesz lehetőség a gyerekeknek, illetve a Cseperedő Gyermekegyesület jogoltából ingyenes arcfestés is lesz Kautki Gyöngyi segítségével, illetve eljön dr. Takó Tünde házi orvos, aki egy ilyen egyszerűbb szűrővizsgálatot elvállalt. Vérnyomás és cukormérésre is lesz lehetőség általa. És meghívtunk kettő díszvendéget, Szalai Ágnes és Nagy Mihály Balázs táncos párt, akik többszörös magyar bajnokok, és őket szeretnénk kérdezni a versenysportról, erről az életről egy kicsit, hogyan jutottak el odáig, milyen motiváló üzenetük van esetleg a gyermekek számára részére. Kis teherautó és személyautó ütközött szeptember 6-án délután Kistelek belterületén. A kisteleki és a szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetben két ember sérült meg.